Tavaly ősszel kezdődött a Földet a gazdáknak elnevezésű program. Az állami földekért felelős államtitkár szerint a rendszerváltás óta nem volt ilyen sikeres földértékesítési program. Majdnem 30 ezeren vásároltak a földművesek közül ebből a programból állami termőföldet. Az pedig hát a kedves nézők számára is világos, hogy ha valaki nem bérel, hanem saját tulajdonon tud gazdálkodni, abban azért sokkal nagyobb gazdálkodási potenciál van. És ez volt a legfontosabb, amikor elindítottuk a programot. Az már mind mellékes, hogy olyan termőföldeket hirdettünk meg, olyan szántóföldeket jellemzően, de voltak benne gyümölcsösök is, amelyeket eddig is valamilyen formában ezek a gazdák művelték, haszonbérbe kapták, megbízási szerződésbe kapták, csak most egy kedvezményes hitelkonstrukcióval, egy állami kidolgozott hitelmetodikával meg tudták vásárolni egy nyilvános árverésen ezeket a földterületeket. A Földet a gazdáknak elnevezésű programban mintegy 200 ezer hektár föld került a magyar családok tulajdonába. Az árverések lezárultak, ám a kisebb 3 hektár alatti birtokok értékesítése még zajlik. A kormány arról döntött, hogy miután egy közösségi vagyonról van szó, és a közösségi vagyonnak egy részét értékesítjük, így a közösségi vagyonból származó bevétel, az csak és kizárólag a közösség érdekeit, a teljes magyar közösség érdekeit, Magyarország érdekeit hivatott szolgálni. Ezért döntött úgy, hogy adósságcsökkentésre fordítja a kormány ezt az összeget. Előzetes számítások szerint mintegy 270 milliárd forint bevételről van szó, amelyből körülbelül 70 milliárd már az államkasszában van.